Üdvözlök mindenkit itt, Zeki, és máma ismételten Battlefield 2042-ről lesz szó. Az EA Play-en bemutatták a Battlefieldnek az új játékmódját, azaz a Battlefield portált. Ugye erről a játékmódról rengeteget meséltem a videóimba, ahol Battlefield Hubnak hívtam, de a valós neve Battlefield Portal lesz, ahol régi Battlefield részek fognak megjelenni remastered versionben, ezek pedig Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 és Battlefield 3. Mindegyik Battlefield rész két pályát fog magával hozni, a Battlefield 1942 Battle of the Burg és El Ahmed pályával fog visszatérni, Battlefield Bad Company 2 Valparaiso és Arica Harborral jön, Valparaisónak nagyon örülök, és Battlefield 3 pedig Caspian Bordernek és Norsakanalnak, tökéletes választások. És most kérdeznétek, Zeki, szép és jó, de mit fog ez tudni? Ez kérem szépen egy sandbox élmény lesz, azt fogsz tudni csinálni, amit te szeretnél, bármit létre lehet hozni. Mondok egy példát, Caspian Border-n akarsz játszani, egyik csapatban rakó 1942-es katonákat, a hozzávaló járművekkel meg fegyverekkel, a másik csapatban meg Battlefield 2042-es katonákat fegyverekkel, járművekkel, és mindenkinek sok sikert. Vagy pedig olyan verzió is van, hogy az egyik csapatnak van kés, a másik csapatnak vannak defibrillátorai, vagy olyan játékmódot is mutattak, ahol van egy darab tank, és ellene van 20 EOD-bot, aki kergeti. Vagy olyat is létre lehet hozni, hogy van 4 játékos, aki föl van szerelkezve fegyverekkel, a többi játékos meg késsel, vagy defibrillátorokkal, ilyen közelharci fegyverekkel vannak, ezt ugye zombi mód vagy infected módnak szokták hinni, és ilyet is létre lehet hozni, azaz bármit létre tudtok hozni, a kreativitás szabja a határokat. És úgy tudjátok majd elérni ezt a játékmódot, hogy egyszerűen rákattintok a Battlefield portálra, ugye több játékmód lesz elérhető a Battlefieldben, lesz a All Out Warfare, ahol ugye a Conquestet és a Breakthrough-t fogjátok megtalálni Battlefield 2042, mellette lesz a portál, és még lesz a Hazard Zone, amiről annyit tudunk, hogy Battlefield Battle Royale-nak hangzik. Na de, mellette lesz ugye a Battlefield portál, rámentek, és ugye kijön a menüje, ahol ugye elsősorban nagyba fogja ajánlani azokat a játékmódokat, pályákat, amiket játszanak legtöbbnyire emberek, vagy pedig rámentek a szerverkeresőre, és magatok kerestek egy szerverkét, ahol boldogan el tudtok játszani. És ami a legjobb a Battlefield portálban, az a The Builder funkció, azaz fő tudsz lépni egy weboldalra, ahol létre tudsz hozni egy pályát, játékmódot, amit te szeretnél, nem is kell birtokolnod a játékot, egyszerűen csak egy EA account, regisztrált accountnak kell lenned, fölépő és már szerkesztheted azt a mapot, azt a játékmódot, amit te szeretnél, és ennek a linkjét egyenesen tovább tudod küldeni a játékosoknak, próbálják ki, mondjanak véleményt, és ha netán van ötletük, ők is bele tudnak nyúlni, és hozzá tudnak tenni ehhez valamit. És itten a saját létrehozott szerverek úgy fognak működni, mint a old school szerverek anno a régi időkben, mint amikor béreltétek őket, hogy ti döntitek el, hogy mi van a szerveren, és mikor mi van a szerveren, akkor nyújtok bele, amikor ti szeretnétek, és azt bannoltok, akit ti szeretnétek. Ez is elég fasz a dolog, hiszen ha fölép egy cheater, akkor azonnal ki is lehet baszni őtet, hiszen szerintem rengeteg admin tudnak ehhez a szerverről hozzáadni, és ha egyik admin fönn van, akkor el tudja intézni a csalót. És azt is meg szeretném említeni, hogy itten is folytatódik a progressionőtök, nem fölöslegesen játszotok, hanem itt is tudtok XP-t grindolni, a fegyvereket unlockolni, attachmenteket, gadgeteket, mindent. Ha netán nem érdekelnek titeket ilyen csintevések, ilyen huncutságok, akkor nyomjátok old schoolba majd mind én, kerestek egy Valparaiso szervert, rush játékmóddal, és toljátok easy-ben. El is érkeztünk a videó végére, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, ha netán tetszett, akkor dobjátok egy lájkot, lenne a kommentekbe hozzá lehet szólni, mindenkinek meg egy szép napot kívánok, sziasztok! Очень сложно, неизвестность впереди.